Ahogy ez a mai bizottsági ülés alapján kiderült, mind a parlament illetékes bizottsága, mind a kormány megfelelő szervei lehet mondani, hogy szoros felügyelet alatt vizsgálják a Booking.com-nak a magyar cégek felé fennálló tartozását, illetve azt a helyzetet, ami kialakult a magyar piacon. Talán mindenki tudja, több ezer hazai cégnek több milliárd forint járandóságot a Booking.com gyakorlatilag június vége óta nem fizetett ki. A mai bizottsági ülésen az kiderült, hogy részben talán annak a nyomásgyakorlásnak is, amelyet a magyar hatóságok a cég felé tettek, a kifizetések megindultak. Ugyanakkor a mai bizottsági ülésen az is kiderült, hogy nem zárultak le, tehát nem jutott hozzá jelen pillanatban sem minden magyar cég a kintlevőségéhez. Mi szeretnénk ezt az ügyet úgy kezelni, hogy gyakorlatilag az az elfogadhatatlan piaci magatartás, amit a Booking.com itt Magyarországon, és hát ahogy tudjuk, a Európa több országában is egyébként végzett, ez ne fordulhasson elő még egyszer. A jelen ügyet egészen addig, amíg minden, az utolsó hazai magyar cég is hozzá nem jut a kintlevőségéhez, nem kívánjuk lezárni. Ebben a Magyar Turisztikai Ügynökség, a GVH és a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar vállalkozások segítségére sietett, illetve siet jelen pillanatban is, de ha le is zárul, és ez a nyomásgyakorlás elegendő lesz ahhoz, hogy ezt a tisztességtelen piaci magatartást a Booking.com befejezze, akkor is sok tanúsága van az ügynek, és minden olyan jogszabálymódosítást szeretnénk megvizsgálni, vagy javaslatot, amely gyakorlatilag azt eredményezheti, hogy többet ilyen jogsértés a magyar vállalkozásokkal szemben itt Magyarországon nem követhető el.